A migráció is fontos témája a hétvégi EP választásnak, amelyről az egyes európai pártcsaládok is kialakították saját álláspontjukat. Ezek között vannak egészen eltérőek, amelyek fókuszában szerepel a kötelező szolidaritás, a legális migrációs útvonalak kiépítése, de megtalálható a külső határok megerősítésének szükségessége, és az, hogy egy tagállam polgáraira sem lehet rákényszeríteni beleegyezésük nélkül az illegális bevándorlókat. Erről készített elemzést a Migrációkutató Intézet. A témát Kata és vendégünk folytatja. Így van, és egy kicsit elemezzük ezt a kutatást a Migrációkutató Intézet elemzőjével, Gönczi Róberttel. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Na, kezdjük mindjárt azzal, hogy ugye az intézet több elemzést is készített a pártcsaládok álláspontjáról, hogy ha az ellentéteket nézzük, akkor hol húzódnak a legnagyobb ellentétek? Ugye rendkívül érdekes megvizsgálni azt, hogy jelenleg a három legnagyobb európai pártcsaládnak, az Európai Néppártnak, az Európai Szocialista Pártnak, ami a Szocialisták és Demokraták Pártszövetségnek a részese jelenleg, valamint a liberálisoknak, akik a Renew Europe vagy Újítsuk meg Európát pártszövetségben ülnek, egyre távolabb áll az álláspontja egymástól, és az Európai Néppárt szépen lassan elkezdett közeledni a két kisebb jobboldali pártcsaládhoz, az európai konzervatívok és reformistákhoz, valamint az Identitás és Demokráciához, amelyik kettő pártszövetségnek könnyen egy újabb szövetsége jöhet létre a következő európai parlamenti választások után, ami eredményezhet egy olyan helyzetet, hogy az Európai Néppárt nem a szokásos szocialista liberális jobbközép koalíciót hozza létre, hanem egy jobbközép jobboldali koalíciót hozhat létre, és ez alapján delegálhat egy új bizottságot, ami jelentős változásokat hozhatna a migrációs politikában. Egy korábbi elemzésben nagyobb pártcsaládokat vették górcső elő, ahogy az ön is említette, ugye az Európai Néppártot, az Európai Szocialista Pártot, a liberálisokat és a zöldek álláspontját helyezték nagyító alá és vizsgálták meg. Ezek között azonban olyan szélsőségek vannak, mint például az LMBTQ menedékkérőket is külön kezelni. Hogyha ezeket egy kicsit mi is górcső alá vesszük, akkor ezeket az elképzeléseket, ezeket ön vagy önök hogyan értékelnék? Ugye azt látjuk, hogy nagyon jelentősen eltér az álláspontja a nagyobb pártcsaládoknak kettő központi témával kapcsolatban, az egyik az Európai Migrációs Paktum, a másik pedig a menedékkérők kérelmének a feldolgozása. Itt különösen arra gondolok, hogy egyre inkább belekerül az európai diskurzusba a menedékkérelmi rendszernek a kiszervezése. Ugye ezt Olaszország kezdte meg az Albánia tervvel, vagy korábban Nagy-Britannia, aki most már ugye először nem fog részt venni az európai parlamenti választásokon, mint nem uniós tag, a Ruanda terv. Aminek az lenne a lényege, hogy a menedékkérelmi rendszert annak a biztosítás érdekében, hogy semmiféleképpen ne szívódjanak fel azok a migránsok, akiknek még nem elbírált a menedékkérelme, egy külső, harmadik, nem Európai Uniós tagállamban kelljen várakozniuk, és ott kelljen kivárniuk a döntésüknek a végét, hogy utána ténylegesen menekültekké válhatnak az Európai Unió védelme alatt, vagy pedig hazaszállítatják őket, ugyanis nem feleltek meg ennek az elvárásnak. Ebben látjuk azt, hogy alapvetően teljes egyetértés van a jobboldali pártcsaládok között, akár a jobbközép Európai Néppártról, akár a nemzeti konzervatív európai konzervatívok és reformistákról, akár a jobboldali Identitás és Demokráciáról beszélünk, viszont a migrációs paktummal kapcsolatban vannak lényegesebb eltérések, itt ugye a baloldali pártcsaládok, beszéltünk akár a Szocialisták és Demokratákról, a zöldekről, vagy akár a baloldalról, ugye ez a szélső baloldali kisebb pártcsalád az Európai Parlamentben teljes mértékben elutasítják azt, hogy az európai migrációs paktumnak a keretei közt kelljen értelmezni a migrációpolitikát, viszont egy elutasítást látunk a jobboldali pártcsaládok részéről is, hiszen az ő értelmezésükben jelenleg a migrációs paktumnak az elfogadásával nem a határok védelmére sikerült fókuszálni, hanem a migráció menedzselésére, és szerintük arra lenne szükség, hogy egy határozottabb, erősebb határvédelmi mechanizmust sikerüljön felállítani az Európai Unió határainál, egy erősebb, kevésbé a humanitáriusabb, inkább a határvédelmi fókuszra koncentrál Frontexre lenne szükség, ugye itt az Európai Unió határvédelmi ügynökségéről beszélünk, valamint az Europolnak, az Európai Rendészeti Ügynökségnek a szerepét is fel szeretnék értékelni. Mekkora tétje van a június 9-i választásnak az illegális migrációval kapcsolatban, hiszen többször több helyen elemzők, szakértők elmondták, hogy
nem várnak nagy hatást a paktumtól, most finoman fogalmaztam. Van arra lehetőség, vagy elképzelhető az, hogy akár ez a paktum változhat, módosulhat, vagy ez most már kőbe van vésve? Ugye azt többször is kiemeltük mi, mint a Migráció Kutatóintézet is, hogy az Európai Migrációs Paktum egy kompromisszumos dokumentum volt, hogy ez az európai parlamenti időszak fel tudjon mutatni egy migrációs dokumentumot, hiszen lényegi előrelépés az elmúlt 4 évben nem sikerült a migráció kezelésével kapcsolatban, sikertelen volt az Európai Parlamentnek az elmúlt 4 éve migrációs szempontból, és mindenféleképpen szerettek volna felmutatni egy dokumentumot arra válaszként, hogy közben viszont egyre intenzívebb a migrációs nyomás más Európa határainál, és éppen ezért a migrációs dokumentum ebben a formában már elfogadásra került, és nem igazán módosítható valódi változás az új bizottságtól, valamint a tagállami döntésektől függ majd, hogy miket implementálnak amellett, hogy egyébként a migrációs paktumot is teljesíteni próbálják, és itt ismét felhívnám arra a figyelmet, hogy kritikus jelentőségű, hogy melyik pártcsaládok fogják a legnagyobb százalékos arányt elérni június 9-én, hogy hogyan sikerül majd kialakítani az új központi nagy frakciókat az Európai Parlamentben. Most azt látjuk, hogy az a 2 pártcsalád, amit szintén az Európai Néppárt mellett klasszikus nagy pártcsaládnak szoktunk hívni, lényegesen alul teljesít egyelőre a közvélemény kutatásokban, tehát azt látjuk, hogy lényeges számokat veszíthetnek a szocialisták is és a liberálisok is. Éppen ezért előfordulhat egy olyan helyzet, hogy a jobb közép és a jobboldali pártcsaládok egy új megközelítéssel, egy új fajta európai parlamenti felállással futhatnak neki a következő 4 évnek, ami viszont jelentős változásokat eredményezhet a határvédelemben és az illegális migráció kezelésében. Gyors kérdés még a végére. A magyarok álláspontja a kezdetektől kezdve egyértelmű. Viszont készítettek egy közvéleménykutatást, és tulajdonképpen az lett az eredménye, hogy az Európai Unió nagy többségben a lakossága is ellenzi, nem támogatja. Akkor az a kérdés, hogy ezt Brüsszelben nem veszik figyelembe? Itt abban konszenzus van Európában, hogy a migráció az mindenféleképp negatív tendenciákkal jár együtt, és ezt mindenféleképpen kezelni kéne, amiben nincsen egyetértés, és itt viszont kiemelkedő jelentőségű a két kisebb jobboldali európai pártcsaládnak a szerepe, hogy mindenki belül próbálja megmenedzselni határokon belül a migrációt, integrációs kihívásokkal bajlódva, miközben a valódi koncentráció az európai külső határok védelmére kéne, hogy fókuszálódjon, és ebben hozhat egy újfajta nézőpontot a következő európai parlamenti választás is annak eredménye. Nagy a tét, meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést, Bönci Róbertnek. Köszönöm szépen.